A Pest megyei Flór Ferenc Kórház gyermekosztálya a koraszülöttektől, újszülöttektől kezdve egész 18 éves korig lát el betegeket, és körülbelül 1400-1500 újszülött születik évente. Nekik 8-10%-uk vagy koraszülött, vagy valamilyen betegséggel, rendellenességgel születik. És ezeknek a kis koraszülötteknek és újszülötteknek az ellátására nyílik egyre jobban lehetőség az osztályunkon is, azáltal, hogy működni fog mostantól kezdve a koraszülött osztály. Volt már koraszülött ellátásunk, de ez mindig változó mértékben tudott megvalósulni. Jelen pillanatban a kórház menedzsmentjének, illetőleg a környék segítségének köszönhetően meg tud valósulni oly mértékben, hogy más kórházakból is, esetleg intenzív osztályokról már jobban lévő koraszülöttek, vagy más közkórházakból nem túl rosszul lévő koraszülöttek hozzánk kerülhessenek ellátásra. Ezáltal tudjuk csökkenteni az intenzív osztályoknak a legsúlyosabb állapotú lélegeztetett koraszülöttekkel foglalkozó intenzív osztályoknak a terhelését. És úgy tűnik, hogy ezt most annak köszönhetően, hogy egyre több műszer tudunk beszerezni, megvalósul. Mi már 7 éve az egészségügyi és szociális intézményeket támogatunk, az egészségügyi intézményeken belül pedig kifejezetten csak a gyermek és újszülött osztályokat segítjük olyan létfontosságú eszközökkel, amik már az osztályon elavultak, és ennek a felújítása tulajdonképpen már nem teszi lehetővé azt, hogy a kórház megvásárolja. Ez az egyesületünk gyűjtés segítségével megvásárolja ezeket a műszereket az osztályra. Egy koraszülött osztály működéséhez sok mindenre van szükség. Így nagyon speciális műszerekre is. Drága és időnként elhasználódó műszerekről van szó, amiket cserélni kell. Inkubátorok, lélegeztetőgép, illetőleg hát egyéb például perfúzorok, infúziós pumpák, amelyet most is egy egyesülettől, a Mosoly Egyesülettől kaptunk, és a kitartó, szorgalmas munkájuk eredményeként a szponzorainktól összeszedték az elszükséges összeget. A helyi és környékbeli vállalkozókat keressük meg telefonon, miután egyeztetünk a főorvosokkal, akkor leadnak egy tájékoztató, vagy készítünk egy tájékoztató anyagot, elmondják, hogy mire jó ez a műszer, mi a funkciója, és utána kezdjük el a gyűjtést. A helyi és környékbeli vállalkozókat keressük meg telefonon, és kérjük a segítségét ehhez a műszernek a megvásárlásához. Hát itt konkrétan ugye a Rónaszéki főorvos úrral tartjuk a kapcsolatot. Semmire nem gyűjtünk addig, amíg föl nem vesszük vele a kapcsolatot, és nem mondja el, hogy mi az, amire szüksége van. Tehát felesleges eszközöket nem vásárolunk a kórház részére, csak is kifejezetten olyan eszközök kerülnek a kórház tulajdonába, amikre valóban szükség van. Ez már a negyedik átadásunk a Kistarcsai Kórház részére. Légzésfigyelő készülékeket adományoztunk, neopuf újraélesztő készüléket, valamint legutóbbi alkalommal pedig EKG-s pulzoximétereket kaptak tőlünk, és most pedig egy infúziós pumpa került átadásra az osztály részére. A perfúzor, az infúziós pumpa, amely a koraszülötteknek a részleges vagy teljes parenterális táplálásához alkalmas, amely azt jelenti, hogy amíg nem tudnak biztonsággal szájon keresztül táplálhatóvá válni, addig vénán keresztül megfelelő infúziós oldatok segítséggel biztosítjuk a táplálásukat. Ez sokszor hetekig is szükséges, és nagyon precízen, pontosan kell adagolni ezeket az oldatokat, ezeket az infúziókat, és erre nagyon alkalmas ez az infúziós pumpa. Sok ilyen eszközben lenne még szükség? Valójában igen, de a többlet eszközbeszerzésünknek csak az lesz a következménye, hogy több gyermeket tudunk fogadni. Már most is tudunk koraszülötteket és beteg újszülötteket kisebb létszámban folyamatosan fogadni az osztályunkon. De a kapacitásunk bővítéséhez még feltétlenül szükség van további eszközök beszerzésére. Mindenféleképpen szeretnénk megköszönni a támogatóknak a segítségüket, és valóban örülök, hogy hozzájárultak már negyedik alkalommal a kórháznak a műszervásárlásához, és reméljük, a jövőben is számíthatunk segítségükre, hiszen láthatják, hogy az a pénz, az a támogatási összeg, amit tőlük kértük, valóban oda kerül, ahova azt az egyesületünk kérte. És köszönjük szépen még egyszer!